Kézműves ékszerek, stílus tanácsadás, kaligráfia, kozmetikai termékek és antioxidáns mérés. Többek között ezek várták a harmadik tea délutánon a gazdaságházában az érdeklődőket. Az eseményt először 2023. novemberében rendezték meg, akkor a karácsonyi ajándékozásra összpontosítva, és azóta a nagy érdeklődésnek eleget téve már a harmadik olyan alkalmat szervezték meg, melyen Fejérvár megyei kisvállalkozók mutathatják meg, milyen egyedi termékekkel és szolgáltatásokkal foglalkoznak, és mindezt a különlegesség és az én idő jegyében tehetik meg. Én azt gondoltam, hogy olyan ajándékokat keresnek manapság már az emberek, amire, hogyha ránéznek, akkor tényleg ez az erősség jut eszükbe, vagy ez a kivétel jut eszükbe, hogy igen, az a valaki nekem nagyon-nagyon fontos, nagyon különleges a számomra, és akkor ezért gondoltam azt, hogy a környékben olyan vállalkozókat hívok meg, akik egyedi termékeket készítenek, kézzel készített termékeket, vagy pedig olyan szolgáltatásuk van, amivel ezt a különleges feelinget tudják erősíteni. Novákné Korán Gabriella, az esemény szervezője, maga is vállalkozást vezet, és saját kozmetikai termékeivel érkezett csütörtökön a tea délutánra. Rajta kívül összesen 14 vállalkozó látogatott el a gazdaságházába, de természetesen az érdeklődőket is szívesen látták. Gabriella elmondta, az esemény fő célja a kapcsolatépítés. Mindenki meghallgathatta, hogy mivel foglalkoznak a többiek, és ki is lehetett próbálni egymás szolgáltatásait, így megtalálva a közös pontokat az esetleges későbbi együttműködés reményével. Mivel én magam is nagyon fontosnak tartom, hogy a kisvállalkozók egymást támogassák és egymást segítsék, és minél inkább több kapcsolat alakuljon ki közöttünk, ezért nagyon jónak találtam ezt az ötletet, és azonnal lecsaptam rá, és próbáltam besegíteni neki a szervezésben, amennyire tudtam, hogy minél inkább ez az esemény hírt kapjon, szerepet kapjon itt a város életébe, illetve hogy minél többen értesüljenek róla. Bohus Ágnes több kézműves irányzattal is foglalkozott már, azonban az utóbbi időben küldetésének tekinti a kisvállalkozók segítését és elindítását az úton, így ebben az eseményben is a kapcsolatépítés potenciáját látta meg. Nem volt ezzel másképp Gömöri Nikolett sem, aki Gyerekzsúr rendezvényszervező révén nagy érdeklődéssel érkezett a tea délutánra. Van egy hölgy, akivel dolgozom együtt, aki dekorációkat készít nálam, és az ő meghívása által hallottam a rendezvényről, és mindenképpen el szerettem volna jönni, hiszen nagyon jó csapatépítő, illetve bemutathatom az én lehetőségeimet is vállalkozási szempontjából. A kisvállalkozók esemény sorozata nem áll meg. A nagy érdeklődésre tekintettel a következő alkalmat február 16-án szervezik, melyre minden érdeklődőt várnak a gazdaságházába.